Vanda, mit nevetsz megint? Mi az Isten csodáján nevetsz már megint? Vanda, csak azt érteném meg egyszer, hogy mi olyan nevetséges itt mindig? Mi olyan nevetséges? Egyet meghajlunk és szakadjunk. Segítsek? Nem, köszönöm, csak ide följövök. Jó. Kívánok jó napot. Kérlek, kövessél Csillos engem. Vagy. Köszönöm szépen. Jó reggelt, látod, kívánok. Többen is várunk rád. Itt a Pesti Színházban. 2022. januárjában. Kabátomban elvitték a maszkot, de nem kell szeretem. Szervusz, Károly. Én vagyok a Béla. Szevasz, állancos lovag. Szevasz, szevasztok. De rég láttalak benneteket. Hát igen, tényleg régen találkoztunk. Hát ott botos lettem, meg minden fájl. Na, de hát legutóbb nem volt még nálad bot. Hát nem, ezt nem így kell nézd, úgy kell nézd, hogy micsoda kiváltság. Ilyen hosszú időn keresztül jó egészségben lenni. Igen. Merre vagytok? Tegnap előtt jöttem Bécsből, itt vagyok egészen február közepéig, akkor megint veszem. Hát tudod, ez a örök ilyen. És te? Én Pesten élek és Sopronban játszom. Foglalj helyet. Köszönjük szépen. Akkor nem is, de is. Hát valamikor itt jó volt, nem? Éppen arról beszéltünk, hogy... Visszahozhatatlan. A Pesti az legalább annyi volt, mint a Víg. Tehát az ember életében az... Hát hogyne. Liftoff! 2020-ban volt 50 éves az Adásiba című. 2020-ban, igen, de 70-es. 21-ben volt 90 éves Szakonyi Károly drámaíró. És most itt vagyunk 22. januárjában, pont egy januári időszakban Nagymaroson írtad meg a Adáshibát. Hát előző évben kötöttem a szerződést a színházzal, aztán akkor operáció jött, válás jött, mindegyik megfeledkeztem a szerződésről. És januárban eszembe jutott, hogy te jó Isten, hát 4000 forinttal tartozom a Víg Színháznak. Hát valamit kell írni, amit sztornozzák. És akkor lementem Nagymarosra, és Nagymaroson van egy alkotóház, volt egy alkotóház, és akkor festők meg mindenkik voltak. A vacsora után ott maradtunk páran az ebédlőben, akkor néztük a tévét. Ez volt 69-ben. Akkor volt a Holdra szállás, az Armstrong akkor lépett a Holdra, amit közvetítettek. És akkor beugrott, hogy ez a család, akkor összerántotta ezt a témát, ott ül a tévé előtt, és ezt nézi, össze tudom őket hozni. És akkor ez nagyon összerántotta a történetet, fölmentem a szobába, izgalmas pillanatok, megvan az ötlet, és meglettem vele 8 nap alatt. Kíváncsi vagyok ezekre a fickókra. Állítólag nagyon jó képűek. Dönti, egyszerre... Nem hízhatom el, tartom a 74 kilót. Hát, senki nem eszik, szedd a tányérokat is, hozd be a... Mi van itt? Tarta! Nem bevele. Imrus! Puncs! Tarta! Óriási! Nézzétek, nyílik az ajtó, az ennyi már kimázott, jön le a létre! Hát dönti, ezek